Szervusztok! Március 6-a, hétfőn van, hétfőn délelőtt, vagy késő délelőtt, nem sokára itt lesz az ebéd, és ígértem nektek, hogy a héten is lesz több rendkívüli bejelentkezés a csütörtök esti adás kivételével, mert erre nagyon sok okot ad az Orbáni rendszernek a viselkedése. Egy kicsit kezdhetném másképpen, mint máskor, és mondhatnám azt, hogy elindult az Orbáni külpolitikában egy kulturális sorozat. A kultúra alatt itt azt értem, hogy elindult egy olyan esemény sorozat, ami már tényleg a színjáték kategóriájába tartozik, és ha nem lenne szomorú, hogy Magyarország társadalom jelenével, közeljövőjével és gyermekeink jövőjével játszik az Orbáni rendszer, akkor még egy kicsit lehetne rajta mosolyogni is. Ennek az egyik eseménye, a nyitó eseményében az első főszereplő, az Novák Katalin volt néhány nappal ezelőtt, egész pontosan, a jól emlékszem, harmadikán, tehát akkor három nappal ezelőtt, amikor kiment Prágába. Szombati napon én elmentem azért az újságért, amire fölhívtam a figyelmeteket, az általam publikált névszalában lévő cikkét, és közben hazafelé hallgattam, vagy néztem, ha úgy tetszik a telefonomon, hogy van egy bejátszás Novák Katalinnal és a Cseh elnökkel. A szövegére figyeltem föl, hiszen a Cseh elnök is, és Novák Katalin is ebbe a bejátszásban folyamatosan dicsérte, hogy a Visegrádi Négy együttműködés az a barátságról, a vér és a szív együttmozgásáról. Európa kivéthetetlen szükségszerűségéről szól, és hogy mind a ketten Csehország is, és Magyarország is elkötelezett, minden szempontból elkötelezett a v találkozás kapcsán. Azon gondolkodtam, hogy vajon a koromnak köszönhető -e, hogy pár nappal azelőtt, mintha azt hallottam volna, hogy a cseh elnök, aki majd átveszi a visegrádi négyeknek a rotációs vezetését valamikor nyáron, azt nyilatkozta volna, hogy azon gondolkodik, hogy van-e értelme átvennie, mert Csehországnak szerintem már nincs jelentőség, vagy nincs szerepe, nincs köze a visegrádi négyekhez, mindaddig, amíg Orbán Viktor van Magyarországon hatalmon. A cseh elnök nagyon sok mindent felvetett, azt is, hogy Orbán Viktorral szemben már régen alkalmazni kellene a szavazati jognak a meg, eh, megvonását is. Tehát a közvetlen szomszédaink között egy nagyon szigorú, de nagyon igaz előadást tartott. Hát ez volt a fejembe. Ha csütörtökön kérdeztetek volna valamit a Visegdár diniáikról, hát ezt mondtam volna el. Most meg élőben látom, hogy Novák Katalin azt mondja, hogy itt vagyok Prágában, itt van mellem a, mellettem a cseh köztársaság elnöke, mindketten vér- és datszövetséget kötöttünk, stb. És még ebben a beszélgetésben ráadásul Novák Katalin, mint főszereplő, statisztált a cseh elnöknek, dicsérve őt minden szempontból, Beszélve, és dicsérve minden szempontból. És a cseh elnök közben elmondta, hogy hát igen, néha vannak olyan cseh politikusok, am kezdő zöldfülűek, majd megtanulják, hogy mi a cseh történelem, a cseh jelen, a cseh nép, ak vagy politikai akaratának mik az aranyszabályai. Tehát vannak olyanok, akik hülyességeket beszélnek, de arra nem nagyon érdemes odafigyelni. A vér és a szív összeköt minket, a visegrádi négyeket összeköti, és azt semmilyen módon nem lehet megbontani, mondja a cseh elnök. És akkor egy pillanatra eszembe jutott, hogy nem olyan régen volt Csehországban az elnök választás. És hát ha jól emlékszem, a dát, pontos dátumban, tévedhetek, a márciusban nem, hogy most március elején veszi át, ha jól emlékszem, 9-én a cseh elnök az elnöki megbízatását a nagy többséggel megválasztott új cseh köztársaság elnök Petru Pavel eh, veszi át a borzasztóan leszerepelt, nemzetközileg teljesen elszigetelődött és leváltott korábbi cseh elnöktől Zeman Zimon, ja, Zimon, Zimon, ott van, igen, Mila, Milo, Milos Zémántól. Ja, és hát tényleg ez egy érdekes vonatú, és mondtam, akkor itt valami nem stimmel. Na de akkor a baklövést a magyar köztársasági elnök elkövet, hogy kimegy Prágába, pár nappal a köztársasági elnöknek, a megbukott köztársasági elnöknek, mert nem abba hagyta, egészségi állapot egyébként megalapozta volna, hanem leváltották, tehát megbukta, elbukta, indult a választáson, és rendkívül nagy arányban alul maradt a választáson Csehországban. Hogy kimegy, beletart egy olyan sajtótájékoztatót, amelyet gyakorlatilag kiprovokálja az új államfőnél, Kipo, ö, ö, Petri ö, Pávernél kiprovokálja, hogy annak majd reagálnia kell, hiszen az néhány nappal korábban elmondta, hogy nem lesz Visegrádi Négyes. Szinte biztosan nem lesz, amíg Orbán, ha Orbán Viktor hatalmon van, akkor ennek már nincs szerepe, hiszen csak statisztál a Visegrádi Négyes Orbán Viktornak, hogy folyamatosan hivatkozik rá, miközben az már az ő. Ö, egyedüli e, szerepe, tehát e, szerepjátéka, mert gyakorlatilag már nem ülnek össze, legfeljebb néhány kérdésben a szakmai csoportoknak van még egy egyeztetése, de már nem mennek el a külügyminiszterek, nem mennek el oda, hova Szijjártó Péter elmegy a külügyminiszteri Visegrádi négyes találkozóban, e, nem mennek el, hogy isek Orbán Viktorral val találkozni. Legutóbb megindokolták, hogy kivételesen azért ülnek le Orbán Viktorral, mert mert meg akarják győzni, mondta a cseh, mondta a szlovák, mondta a lengyel elnök, meg akarják győzni, hogy nem folytathatja Oroszország kém, kém, kémeként, ha úgy tetszik, ügynökeként, ha úgy tetszik, az Európai Unióban azt a tevékenységet, amit tesz hanem egyértelműen ki kell állni a Ukrajna mellett, mert Ukrán népet egy agresszor megtámadta. Erre próbálták rávenni, nem sikerült, és az utána lévő udvarias bejelentkezések azt mondták, hogy hát a próba nem jött össze, nem lesz újabb előadás. Tehát Orbán Viktorral nem akarnak összeülni. A, a Visegdáti négyek e, további elnökei, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogy, hogy ez nem lesz, ez meg, ez meg fog szűnni. És akkor Novák Katalin ezzel a leváltott elnökkel mond egy olyan előadást, aminek csak egyetlen értelme volt, és engem is ezt tévesztett meg, hogy a magyar közmédiában az Orbáni bálványi hívőknek tartott előadása játszották be, hogy micsoda hihetetlen működése és ereje van még mindig a Visegrádi négyeknek, hiszen a két elnök minden szempontból, minden szabával egy megbonthatatlan kapcsolatnak nevezi a, nevezi a Visegrádi négyeket. Miközben ez az elnök egy-két nap múlva távozik. Az új elnök pedig közölte, hogy valószínűleg nem lesz visegrádi négyek, amikor ő veszi át ennek, venni át ennek a vezetését, akkor szinte biztosan, haddig nem történik valami olyan alaposok, ami miatt ezt érdemes föntartani, ez alatt például az, hogy Orbán Viktor távozna mondjuk a magyar hatalomból. Azért van más érdekessége is ennek a színjátéknak. És azért el kell mondani, a legmagasabb kitüntetést, a létező, a külföldi vezetőnek, államfőnek adható legnagasabb magyar kitüntetést, a magyar érdemre nagy láncsal lánccal kiegészített változatát adta át a leköszönő elnöknek Novák Katalin. Ott fut talán, azt hiszem, igen, fut a képújságon, ott alul, most olvassátjátok majd viszont, hogy a napokban jelezte például az Euronews. Tehát azért azt gondolom, hogy ez az Európai Unió központi hírpoltája. Azért, ha ő nagyon fontos dolgokat, nagyon határozottan, tehát nem az udvariasság, stb. szabályai szerint közje hanem tényállításként, akkor az tényállítás. És a leköszönő elnökről, mert a leköszönő elnökről beszélünk, elmondja, hogy egy lehetne Csehország vagy a Cseh egy fene gyereke, ha nem lenne egy egyszerű igaz ember, aki nem riad vissza attól, hogy az ellenfeleit megrágalmazza, azokat minden hatalmi eszközzel lejárassa. De emellett, ha nem lenne híres arról, hogy megsérti Csehország alkotmányosságát. Csehországban még némi ellenzéki, nem, némi Némi súlyok és ellensúlyok működtek, ezért vele szemben alkotmányos vádeljárást folytattak. Amiben azról szólt, hogy milyen módon önhatalmulak, feljogosítványok nélkül, figyeljetek, nem Orbán Viktorról beszélek, bár kivétel nélkül minden szó alkalmazható lenne Orbán Viktorra, tehát ha félétednek, most éppen Orbán Viktor cseh barátjáról, cseh partneréről. Cseh korégájáról beszélők, aki visszaélt a jogokkal, nem rendelkező alkotmányos felhatalmazással olyan döntéseket hozott, ami miatt alkotmányos vádeljárást folytattak ellene. De a vágyájárásnak lényeges része volt, hogy ennek az embernek a hivatali számítógépén nagyon sok gyermekpornográfiát megvalósító kép és felvételt találtak emiatt is eljárás volt ellene, amit úgy sikerült megoldani, úgy sikerült belőle menekülnie, hogy másokra fogta, hogy az ő hivatali számítógépén lévő gyermekpornográfia. Orbán barátjáról beszélünk, gyermekpornográfia minden jele elfogadható, tehát minden jele megtalálható volt, ami az elmarasztálásához kellett volna. De hát, keresztül vitte a nyomozó hatóságokon, hogy azt nem tudni ki, de valaki más helyezte oda, ezáltal bizonyítékok hiányában ez az eljárás is megszűnt Az egész világ sajtóban, Csehország sajtójában hírhet az italfogyasztása, az alkohol függősége. Tehát egy alkoholfüggő részeg és egyébként eh, nagyon széles külön dohányzó. tehát ez a, most ennek nem ismerem a pontos, nem jön a számra pontos kifejezés, amikor már dohányzástól is függő viszonyban van valaki, de az alkoholizmus az, amit azért mindenképpen ki kell emelni. És ebben az utóbbi időben kismértékben, azért mérséklődött, tehát nem hagyott föl, hanem mérséklődött ez a rendkívül alkoholfogyasztása és dohányzása, mert megállapították, hogy a betegségében ez az életébe kerülhet. De ezért egy kismértékben visszafogta. És ez a gyermekpornográfiában elhíresült elnök Orbán Viktor utasítására a külföldi vezetőknek adható legnagyobb állami kitüntetést kapta most március harmadikán. Orbán Viktornak üzenem, a gyermekeimet hagyja békén. Magyarország nevében, a magyar társadalom nevében ne tüntessen ki pedofil állami vezetőket, akiről okkal feltételezhető. Megúszta az eljárást, de nem azt állapították meg az eljárás során, hogy nem ő volt, hanem csak, hogy nem bizonyítható, hogy az ő hivatali számítógépén ez az ő közreműködésével jelent meg, ezért nem volt a bűnössége kétségmentesen megállapítható és elítélhető. Ezeket az embereket a magyar társadalom nevében Orbán Viktor legyen kedves, ne kitüntetni. És ugyanezen a napon találkozott Petrű Pávellel az új megválasztott, egyébként nagyon elismert liberális felfogású eh, elnökkel, aki elmondta véleményét a, beiktatás, vagy a megválasztását ala, előtt is, közben is és utána is az Orbáni autokráciáról, és ezzel szemben lévő kampányjal folytatta, hogy nem, a, nem az Orbán és a korábbi elnök Zimánnak a eh, a e, autokráciát akar erősíteni, hanem, Euró, hanem Csehországnak az elkötelezettségét a demokratikus jogállamiság mellett. Ezzel az elnökkel találkozott, és vele ő lesz a kollégája e, Novák Katalinnak következő négy évben. Tehát ő lesz a kollégája és engedte Nová Katalanja, hogy a találkozó előtt, ahol neki gratulálnia kell, ez a kötelezettsége, gratulálnia kell az, az új köztársasági elnöknek, és jó munkát kívánni, amit egyébként megtett, Azelőtt engedte, hogy erről a köztársasági elnökről, miközben a kamerák előtt ő ott ül, a leköszönő részeges és pedofil cseh elnök, volt elnök, megbuktatott elnök azt mondja, hogy hát nem kell odafigyelni. A tenép által 60 körüli többsége megválasztott elnökre, hiszen ő még egy zöldfülű politikus. Ez egy színdarab. A színdarab a héten folytatódni fog, és amikor az realizálódik, akkor lesz egy új rendkívüli bejelentkezésem, amikor megérkezik a, a megérkezik a Fidesz-KDMP parlamenti küldöttsége a magyar nép nevében, amire előre jelezték Finországban, hogy ezt a Fidesz párt küldöttségének tekintik, és ott számon fogja kérni, vagy vizsgálatot folytat, hogy Svédország és Finország. Európai parlamenti képviselői meg a hivatalos politikája miért rágalmazza az orbáni rendszert folyamatosan avval, hogy autokrácia, nem a demokrat, demokratikus elvek szerint működik. Hát amikor enne a tárgyalásról hazaérkezik majd a küldöttség, és beszámolóást tesz a magyar parlamentben, és megtudjuk, hogy a színjátéknak csak egy színjáték, az időhúzás volt az oka, vagy ennek kapcsán esetleg Magyarország továbbra is elhalasztja a finn és a svéd NATO csatlakozást, azt majd megtudjuk, és akkor lesz belőle egy rendkívüli bejelentkezés. Ez utóbbi esetében néhány hónapon belül el fogja hagyni Magyarország, a, a, tehát a rosszabbik hogy a NATO kötelékeit, és, ne, és ebből adódna az unió kötelékeit is, és nem önszántából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, lassan itt van a dél, hát azért még van egy 20 perc, és ahhoz majd egy jó ebédet kívánok nektek, és további szép napot, és hétkezdet van, ezért egy tartalmas szép